Szeretettel üdvözlünk mindenkit, a Folkfolix akusztik műsorát láthatják és hallhatják Sárbogárdról. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szíves támogatásával jött létre ez a koncert, népzene és irodalom mai köntösben. Az első szám, amit el fogunk játszani, a Lipicai Labzon lesz. Köszönjük szépen, képzeletben halljuk, ahogy önök tapsolnak, és már be is melegedett egy kicsit a hangulat egy ilyen vidám és életre való népdallal. A következő dal, amit szeretnék játszani, ez pedig a De szeretnék az erdőben fa lenni. Kezdetű vers. És elkezdődik. Mert a tölgy, ha két lámbalik, köst nélkül, az én
Beszeretnék az erdőben farenni. Ha valaki hazavinne tüzelni, kigyógyítanám a gyarló világot, akiben én szeretődnöm barátom. Beszeretnék csillag lenni az égben, éppen tájban beragyogni az égben. József Attila sorait összevonva hallottuk ebben a népdalban, illetve dalban, ilyen módon de szeretnék az erdőben fa lenni. És a következő dal, amit eljátszanánk önöknek, nektek, ez pedig a tavaszi szél vizet áraszt kezdetű. Reméljük, hogy mindenki ismerés örömmel énekelheti otthon, vagy hát így együtt velünk.
következő dal pedig a bársonyos hangú Csongor fogja énekelni, a mi Csonink. Ez egy Cseh Tamás dal lesz, Fehér babák. És Másik János szerzemény, és a következő ettől a fiútól pedig a Budapest című szám lesz. Egyszer majd tudom.
maradunk itten, maradunk itt, maradunk. Köszönjük szépen! A következő szám, amit szeretnénk játszani önöknek, a Három út című dal lesz, ami egy új dalunk. Ez már a második nagy lemezünkben lesz, viszont single formájában már megjelent, úgyhogy elérhető minden felületünkön. Thank you.
Köszönjük szépen! Nagy öröm nekünk ez a koncertfelvétel, mert a gitárosunk Csabi, az egyik gitárosunk Szabó Csabi, ő Németországban él, és ez egy ilyen kitüntetett alkalom, hogy itt van velünk, mert fél éve nem láttuk emiatt a vírushelyzet miatt. De reméljük sok koncertünk lesz most együtt a nyáron, és élőben veletek akár. A következő dal pedig Szabó Lőrinc tollából van, legalábbis annak a szövege, a dallam pedig Szabó Csaba gitárja húrjából, és annak fengetéséből származik. Ezt jól megmondtam. Tehát Szabó Lőrinc Érdemes volt című verse következik. Ez egy kérdőjellel van leírva, érdemes volt, és mindenki tudja magában, vagy érzi magában a választ. Számomra olyan volt, mintha egy lemez lejárna, de a mi koncertünk még folytatódik, mégpedig egy egészen új számmal, amit még soha nem játszottunk közönség előtt, és most sem fogunk közönség előtt játszani. Miután, hát csak otthonra nézhetik ezt, ami ismert. Úgyhogy a következő dal a Szól a kakas című szám lesz. Zöld erdőben, sík mezőben, sétálnak a
micsoda madár, micsoda madár, sárga lába kék a szárnya engem oda vár. Várj, várj már, te csak mindig vár, ha az Isten égat rendel kérdezett már. Várj, várj már, te csak mindig vár, ha az Isten égat rendel kérdezett. Majd megvirrad már, zöld erdőbe, sík mezőbe, sétálok oda. De micsoda madár, micsoda madár, sárga lába ki a szárnya engem oda vár. Várj, na várj már, te csak mindig vár, ha az Isten mikor rendet én leszek már. Várj, na várj már, te csak mindig vár, ha az Isten mikor rendet én leszek már. Kérem szépen, mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen jó hangulatban tudjon egyszer játszani, koncertezni ezen a gyönyörű színpadon, mint a József Attila Művelődési Házban. Műsorunk végéhez közeledünk, és most egy hódmezővásárhelyi borítódalt hoztunk nektek. Ennek címe a mi verziumban Ninini, és ez most egy duett lesz. Egy házaspár mindennapjait hallhatjátok. Ez egy történet. Egy ilyen egy kis pajkos, vidám sztori. A bor fogja megoldani majd, mert in vino veritas. Minden pusztítottam. Nem szabad haragudni. Még azt mondja az én uram, hogy engemet megvesz, csak az hányja a szememre, hogy a rokkot tedek. Nem szabad haragudni. Kitanultam felségem minden hamisság, és akkor szeretném megragadni az alkalmat és bemutatni a zenekart és a zenekarunknak az akusztikus felállását. Vér csongor, hegedű, ének és mindenféle perkuszív hangszerek megszólaltatója. Gitár, Szabó Csaba. Másik gitárosunk, Rendes Péter. Aki pedig énekelt, és egyéb perkuszív hangszereken játszott.
nagyon nehéz dobolás közben beszélni. Farkas Krisztina Volkova. Akusztik műsorát láthatták és hallhatták a Sárbogárdi József Attila művelődési házból. A koncertet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. Köszönjük szépen ezúton is. Jól hallom, szeretnének egy ráadást hallani? Egy ráadást, betervezett ráadást hoztunk önöknek, egy nagyon szép népdalból építkezik. Indulj el egy úton. Ezzel búcsúzunk önöktől. Köszönjük. Yeah.
so